Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Mint a címből is láthatjátok, ma a szabadság áráról lesz szó, ami egy válláshoz köthető. És a mai eset konkrétan, hogy miről is szól, 2014. július 9-én egy texasi kisvárosban, Spring városában, egy családi otthonban tömeges lövöldözés történt. Mint később kiderült, az elkövető Ronald Lee Haskell volt, és rokoni kapcsolatban állt az által kivégzett családdal. A férfi ex-felesége volt a kapocs a kivégzett család és Ronald között, ugyanis a kivégzett család az Ronald ex-feleségének a növénének a családja volt. Erre hamarosan kitérek, hogy kikről is van szó, és hogy a férfi miért gondolta úgy, hogy meg kell ölnie az ex a családját. Az eset után a későbbiekben a rendőrségi és a bírósági aktákból kiderül, hogy Ronald egy fedexes munkaruhában kopogtatott be a 711 Lifletlén otthonba. Ekkor a 15 éves Cassidy nyitott ajtót. A lány nem ismerte meg, a nagybátyját, hiszen már nagyon régen látta, és a férfi nem árult el, hogy ki is ő valójában. A férfi csak annyit kérdezett, hogy csomagot hozott a szülőknek, és hogy a szülők itthon vannak e szeretné átadni a csomagot, de ehhez mindenképp a szülők aláírása kell. A lány, a 15 éves lány közölte, hogy nincsen itthon senki rajta kívül, ezért a férfi Ronald elhagyta a helyszínt, de nem sokkal később Visszament ehhez a házhoz, megint bekopogtatott, és megint csak a 15 éves Cassidy nyitott ajtót, hiszen még mindig csak egyedül volt otthon. Ekkor már Ronald betört a házba, elkapta a lányt. A lányt hasonfekve megkötözte, és megvárta, amíg a család többi tagja hozzá nem ér. Miután hazaért Cassidy édesanyja, édesapja, és másik négy testvére, ekkor Ronald a többi családtagot is elkapta, ugyanúgy a hasukra fektette őket, és a kezüket a hátuk mögé kulcsolta, és úgy összeködözte a csuklónál a kezüket az összes családtagnak. Majd ezután kezdődött a borzalom, ugyanis Ronald megkérdezte a nőt, az ex-feleségének a nővérét, hogy hol az ő ex-felesége, Melanie. Az ekkor 33 éves Katie nem akarta elmondani, hogy hol van a nővére, ugyanis tudta, hogy a nővére elég rossz kapcsolatban volt az ex és feltette nővérét. Ezért nem mondta meg, hogy hol a nővére. Erre Ronald kivégzési stílusban egyesével odament minden egyes megkötözött emberhez, felnőtthöz, gyerekhez egyaránt, és mindegyiket Meglőtte, lelőtte egy kivégzési stílusban. Az áldozatok közül öten azonnal meghaltak. Ebbe az ördbe tartozik a két szülő és három gyermek is. A negyedik gyermek éppen, hogy bejöttek vele a kórházba, de nagyon rövid időn belül a negyedik gyermek is meghalt. Az ötödik gyermek maradt egyedül életben, és ez a gyermek nem más, mint Keszidi, aki korábban ajtót nyitott a fel nem ismert nagybátyjának. A lányt is tarkon akarta lőni Ronald, de a lány oda kapta a kezét, ezért a készfeje hárította ezt a lövést, és így csak az ujjai sérültek meg. A lány így is koponyatörést szenvedett, de túlélte a támadást. Miután Ronald mindenkit meglőtt, azzal a tudatta, hogy mindenki meghalt, a Ronald elhagyta a házat. Viszont Cassidy ugye túlélte ezt a támadást, és volt benne annyi lélek jelenlét, annak ellenére, hogy körülte feküdtek a lelőtt családtagjai, akikről nem tudta, hogy élnek vagy halnak. Ennek ellenére Cassidy fogta a telefont és hívta a rendőrséget. A kérkező rendőröknek még azt is elmondta, hogy ki volt a tettes, és hogy a tettes, azaz Ronald elindult a lány nagyszüleinek a háza felé. Ugye az volt az ex-feleség szüleinek a háza, és ott kereste az ex-feleséget Melánit. Ezért a rendőrség ennek az információnak a birtokában azonnal elindult a nagyszülők háza felé, hogy megvédjék a nagyszülőket és elkapják Ronaldot. A rendőrség időben érkezett a nagyszülői házhoz, oda még Ronald nem tudott behatolni, viszont a környéken volt, a rendőrség őt kiszúrta, és elkezdtek egy autós üldözésbe keveredni. A rendőrség és Ronald közel 20 percen át üldözték Ronald autóját, majd egy rendőrségi tüskékkel sikerült úgymond hatást alatt az autót, kiukadtak a kerekek, defektet kapott, és pont a zsákutcában történt mindez. Amúgy az autó útját még két páncélos jármű is elállta, tehát Ronald a kocsival már nem tudott volna tovább menekülni. Ekkor Ronald kiszállt az autóból, és fegyvert fogott a saját fejéhez, tehát saját magának volt a szúsza, és elkezdett telefonon a rendőrséggel egyeztetni. Több órás egyeztetés után végül is Ronald megadta magát, a rendőrségnek. Az egyeztetés alatt amúgy a környékbeli házakat is kiürítették, ez nagyon sokáig tartott ez a procedúra. Azért is üríthették ki a házakat, hogy Ronald, hogy amíg fegyvert tart a saját fejéhez, mint túsz, mondjuk bement volna egy házba, ugye a rendőrség lehet, hogy nem adődte volna vele még akkor se, és akkor fog más áltatlan embereket, mint túsz, vagy ne egyisten őket is lelövi. Tehát tényleg az, hogy pár órás tárgyalás után Ronárdot elfogták. És akkor most elmondom, hogy kik is voltak azok az áldozatok, akik ö, meghaltak. Ugye Ronald ex-feleségének a nővéréről van szó, a nővérnek a férjéről és annak négy gyermekéről. Az ötödik ugye Cassidy, aki akkor 15 éves volt, túlélte. Tehát a nővérneve Kéti volt, aki akkor 33 éves volt. Stephen 39 éves volt, amikor megölte Ronald, és a négy gyermek, Brian, 13 éves volt, Emily, 9, Rebecca, 7, és Zack, 4 éves volt. Mindegyiket egy kivégzési stílusban ölte meg Ronald. Cassidy július 11-én elhagyhatta a kórházat, és Cassidy részt is vett a Ronald letartóztatásában, a tárgyalásban, ő elmondott minden részletet, ami történt, akkor ott a házban. Nagyon durva a részletek is kiderültek, nagyon szívszorító részletek. Amúgy egy online gyűjtésbe szerveztek Cassidy javára, hiszen 15 évesen anya és apa nélkül maradt. Ugye ott volt a nagynénye Melani, de Melanie-nak nem volt saját háza, erre mindjárt kitérek, hogy ez az egész ügy, hogy alakult, hogy folyult idáig, hogy Ronald fegyverrel keresse a feleségét. Tehát adománygyűjtést szerveztek, 16 ezer résztvevő, több mint 394 ezer dollárt gyűjtött össze az akkor 15 éves cassidy hogy valahogyan újjáépítse az életét. Ronald Lee Haskell amúgy 1980-ban született, és Kaliforniában élt a családjával, majd egy ideig Alaszkában is élt, 2004-ig, és 1999-ben érettségizett Alaszkában. Az érettségi bálon megválasztották Ronaldot az iskola bohócának és a bál királyának is egyben. Azért, mert Ronald nem volt egy nagyon helyes fiú, férfi, de annyira jó humora volt, és mindent humorral kezelt, hogy ezért volt az osztály bohóca is, és egyben a bárkirály is. És később, miután ez az eset megtörtént, beszélgettek volt osztálytársakkal, és ők is azt mondták, hogy el nem tudják képzelni, hogy Ronald ilyet tett volna, hiszen egy nagyon jó humorú és jókedélyű fickó volt. A családdal visszaköltözött Kaliforniába, 2002. március 15-én vette feleségül Melanit. Kalifornia államban éltek akkor, de utána átköltöztek Utah államba, és 2002 és 2013 között itt éltek együtt egy úgymond külsőleg, kül külső szemmel egy átlagos családi életet. Viszont 2014. február 14-én hivatalosan is kimondták a vállást Ron és Melanie között. A vállás után, hogy Melanie el tudjon költözni Rontól. Kéti, Melani nővire ment Jutaállamba, és segített Melaninak összepakolni, és Texasba költözni. Ugye Melaninak ott volt a családja, mind a nővire is annak a családja, mind a szülei, a bátya, ők mind Texasban éltek, úgyhogy Melani úgy döntött, hogy Texasba megy vissza. Viszont ez a vállás nem volt olyan egyszerű, meg ezt az egész döntést meghozni, és hogy miért jutottak el a vállásig, úgyhogy már volt négy gyermek, és ráadásul a vállás pont azután mondták ki, hogy még a családi ház is pont megépült, pont kész lett. De most akkor erről lesz egy pár mondatban szó. Még annyit hozzáteszek, hogy az előbb nem jól mondtam, 2002-ben házasodtak össze, viszont csak 2006-ban mentek el Juta államban, négy évet Kaliforniában töltöttek, utána mentek Juta államba. És itt ebben az új államban, ebben az új otthonban kezdődtek leginkább a családon belüli erőszakok. 2006-ban költöztek ki, és 2008-ban Melanie már feljelentést tett Ronald ellen, hiszen azt mondta, hogy családon belüli erőszak történt, a gyerekek előtt történt ez az erőszak, azt is mondta, hogy volt olyan, hogy Ronald a hajánál fogva rángatta ki Melanit az ágyból, és a, volt, hogy a konyháig elrángatta Melanit, ott fejem vágta, és ezért is jelentette fel Ronaldot, hogy családon belüli erőszak történt ráadásul ugye pont ezt a gyerekek Ezeket az eseteket, mert nem egyről volt szó, de ezt, pont ezt az esetet is látta a gyerek. Ronald azt bevallotta, hogy könnyű testi sértést, igen, azt végzett, de családon belüli erőszakról szó sincsen, úgyhogy Ronald ellen vádat emeltek, de később valahogy mindig megegyezett Melanie és Ronald. Mindig történtek bejelentések, de feljelentés nem történt, nagyobb rendőrségi ügyek ebből nem lettek. És sajnos Melanie ezt az életet nagyon sokáig elhúzta, 2013-ig, és ugye 14 ben mondták ki a vállást. Melaninál akkor telt be a pohár, amikor az egyik gyermekén látta, hogy úgy kezd el viselkedni, mint Ron. A gyerek is nagyon erőszakos volt, hirtelen haragú, követelőző, és Melani nagyon megijedt, hogy ha ebben a környezetben maradnak a gyerekek, akkor ők is olyanokká válnak, mint Ron. Nem a gyerektől félt, csak azt nem akarta, hogy hasonlítson a gyerek az apjára ilyen szinten. És ugye ekkor döntött Melania, hogy beadja a vállókeresetet. Beszélgetett egy szomszédnővel is, Melani, és azt mondta, hogy amikor majd új házba költöznek a vállás után, akkor nagyon nagy örömmel is szívesen fog vásárolni új fazekakat, meg edényeket a konyhába. Ezeket az edényeket, amik ott vannak a jelenlegi házban, azt nem fogja magával vinni, hiszen ezek azokra az időkre emlékezteti őt, amikor Ron ezekkel a konyhai eszközökkel bántotta Melanie-t. A család barátait nagyon meglepte, hogy 2013-ban, pont hálaadás előtt jelentette be a házaspár, hogy válni készül. És itt kitérnék arra, hogy nagyon sok családon belüli erőszak, nagyon jól van burkolva. Ahogy a külső szemlélő ezt nem látja, és így volt Melanieknál is, mert azon kívül, hogy amikor már azt bejelentették, hogy válni készülnek, és a szomszédnőjével megbeszélte ezt a konyhai eszközös témát is, mindenki azt hitte, hogy ők nagyon jól el vannak, hiszen Ronárnak kifele volt egy olyan személyisége, hogy ő egy ilyen átlagos pasas. Nem gondolták volna, hogy ő bántja a feleségét. Melanie is nagyon sokáig tűrt, és hogy miért nem történt korábban változás, na most jelen esetben arról beszélünk, hogy egy férfi fizikai erőszakot követel egy nőn. Nagyon sokféle erőszak lehet egy családon belül. Testi bántalmazás, lelkileg, vagy a férfi, vagy a nő a másikat elnyomja, oda visszatörtélt. Van, hogy a nő bántja a férfit, lelkileg, vagy testileg, vagy mind a kettő egyaránt. Most arról van szó, hogy a férfi Fizikailag bántotta a nőt. Na most, épült a ház, volt négy gyerek, így nagyon nehéz kiszakadni ebből a. Mondhatni, még akkor is egy biztonsági hálóból. Hiszen az ember amúgy is nagyon meg tudja szokni azt a mókuskereket, ami, ha nem is a legjobb, de biztonságos. Tudja, hogy ha én elhajtom ezt a mókuskereket, az úgyis mindig ugyanoda fog kiukadni. Az ember nagyon nehezen szakít a szokásaival, vagy a, a megszokott dolgaival. Ragaszkodunk az a baj a dolgokhoz. Itt ráadásul egy családról van szó. A nők általában szeretnek otthont építeni. És bár a ház épült, az csak egy ház, és nem egy otthon volt, viszont egy nőnek négy gyerekkel nagyon nehéz volt már meggondolni, hogy akkor most tovább lépjen. És hogy miért szült négy gyereket, hogyha már korábban történtek fizikai bántalmazások? most nagyon sok nőnél tapasztaltam azt, vagy hallottam azt, hogy mindig azt hitték, hogy ez volt az utolsó alkalom, majd megváltozik. Mindig ráfogták valamire, hogy miért történt az az adott fizikai bántalmazás. Sajnos ebben az esetben sem múltak el a bántalmazások, és nagyon sok férfinak az a módszere még, hogy a nőket Lelkileg is megalázzák. Azt mondják nekik, hogy nem érnek semmit. Ha elhagysz engem, úgyse találsz mást, úgyse tudsz érvényesülni az életben, úgyse tudsz mit kezdeni magaddal. És ha ezt nagyon sokat mondják az embereknek, akkor ezt az emberek el is hiszik. És mivel nem kommunikálja ki ezt a belső feszültséget kifele, ezért ha nem kap egy ellen megerősítő ö, mondatokat az az adott személy. Tehát csak azt a negatívot hallja, amit a férje naponta táplál belé. És mivel nem beszélte meg e sajnos ezt a kővilággal, ezért nem volt egy másik példa, hogy ez nem igaz, te képes vagy de hogy új életet kezdj. Tehát ezért nem hagyhatta el valószínűleg melani a férjét. És emellett lehet, hogy Ronald is mindig bocsánatot kért és mindig megfogadta, hogy ilyen már többet nem lesz. 2014. februárjában ugye kimondták a Málást és Melani ügyvédje, ő nagyon próbált segíteni Melaninak, hiszen ismerte Ronaldot és a családon belül történteket, úgyhogy ez az ügyvéd, ez nagyon kiállt Melani mellett. Melani távoltartási végzést kapott a Ron ellen. Azt is megkövetelték, hogy Ron mindenféle pszichológiai vizsgálatokon essen át. És hogyha ezek a pszichológiai vizsgálatok és a kezelések pozitívan alakulnak, és ezek az orvosok azt mondják, hogy Ron már mindenféle felügyelet nélkül látogathatja a gyermekeit, akkor meg Melanie megengedte volna, hogy Ron tartsa a kapcsolatot a gyerekekkel, csak ahhoz kötötte, hogy menjen át pszichológiai kivizsgálásokra és kezelésekre. És ekkor történt az, hogy ugye Melani és a négy gyerek elment Texasba, Ron pedig elment vissza haza Kaliforniába a családjához. És azt is mondták, hogy sokan, hogy úgy látták, hogy Ron elég jól halad, és kezdi összeszedni magát. Melani, amikor 2013-ban beadta a vállókeresetet, akkor beadott egy ilyen védelmi keresetet is, vagy végzést, hogy, hogy tá tartsák távol, hivatalosan legyen egy papír, egy ilyen távoltatási papír Ron ellen. De ezt végig októberben visszavonta, mert megállapodtak kölcsönösen Melanie és Ron, hogy Ron távol tartja magát a családtól. Ugye mindaddig, amíg ezeknek a pszichológiai követelményeknek nem felel meg. Melanie kapta az elsődleges felügyeleti jogot a négy gyermek fölött, és ugye a szülőkhöz költözött Melanie. Később kiderült, hogy Ronnak ugye kaliforniai jogosítványa volt, tehát egyértelmű, hogy Ron Kaliforniában lakott, és ez fontos lesz a későbbiekben, majd elmondom, hogy miért. Tehát a lövöldözés 2014. július 9-én történt. Egy héttel azelőtt, tehát 2014. július 2 án történt egy másik incidens is, ez Kaliforniában történt. Ronald ugyanis a saját anyját támadta meg, Kárlát. Ez azért történt, mert Kárla bevallotta Ronnak, hogy Kárla még mindig tartja a kapcsolatot Melanival, hiszen érdekelte a menye és a négy unoka sorsa. Na most Ron erre annyira bedühödött, hogy erőszakkal bevonzolta a saját édesanyját, Kárlát a garázsba, ott székhez kötözte az édesanyját, és elkezdte folytogatni. Ezt akkor hagyta abba a folytogatást, amikor a nő elájult, és Ron elhagyta a házat. Tehát Ron nem tudhatta, hogy az anyja él, vagy hal, vagy mi történt vele. Ő elkezdte folytogatni, a nő elájult, és ott hagyta a nő lánya, az Ron nővére értesítette a mentőket és a rendőrséget, akkor, amikor hazament és rátalált édesanyjára a garázsban ájultam. A rendőrség ugye a kaliforniai rendőrség emiatt az ügy miatt elkezdte keresni Ront mindenféle szórakozó helyeken, meg bárhol, ahol esetleg Ron megfordulhatott. Később tudta meg a kaliforniai rendőrség, hogy Ront Texasban letartóztatták egy lövöldözés miatt, úgyhogy a kaliforniai rendőrség ekkor tudta csak abba a nyomozást, miután kiderült, hogy Ront már egy másik államban letartóztatták egy más ügy miatt. Most ismét két síkon haladunk. 2014. július 9-én megtörténik a tömeggyilkosság, Kesszidi kórházba kerül, Ront pedig elkapják. Július 10-én vádat emelnek Ron ellen, 11-én pedig a bíróságra kerül. Július 11-én engedik ki cassidy a kórházból, hiszen aránylag könnyű sérüléseket szenvedett. És addig, amíg cassidy azzal kellett szembenéznie, hogy meghalt az édesanyja, édesapja, és a négy testvére, tehát teljesen összeomlott, azt se tudta, hogy hogy mi, mi, következik az ő életében. Senki a családjával nem maradt életben. Persze a nagyszülők igen. A nagynénye, Ron ex-felesége Melanie is, és azoknak a négy gyermeke is, de, de az ő otthoni élete teljesen megsemmisült. Mindeközben Ronnak július 11-én már megkezdődött az első tárgyalása, amikor elmondták neki, hogy mi is történt, hogy mi miatt vádolják őt, ugye a gyilkosságok miatt, Ron érthetetlen okokból összeesett. Nagy nehezen a tárgyalóteremben lévő rendőrök felemelték őt, de egy percen belül újra összeesett, úgyhogy tolószékben kellett később kivinni a tárgyalóteremből Ront. Valószínű, hogy abban a Pillanatban, vagy azon a napon, amikor Keszidi azzal nézett szembe, hogy ő, ő neki a következményekkel, ugye, hogy meghalt az öt családtagja, és hogy mi lesz ezután, Ron akkor tudatosult, hogy ő meg a múltba, hogy mit tett, hogy megölt öt embert. Ugye hatra lőtt rá, csak Keszidi túlélte. Tehát ugyanazon alapon kétféle sors <laughs> alakult ki. Az egyik a múltban történtek miatt esett össze, a másik Cassidy pedig a jövőbe tekintett, hogy mi lesz ezentúl a családja nélkül. Azt is mondták, hogy Ronaldnak jövőbeni tervei, ugye még a gyilkosságok előtt, amikor még Kaliforniában élt, nem nagyon tervezett előre. Ha igen, akkor is csak nagyon rövid távon. És az utolsó rövid távú terve az sajnos egy nagyon szörnyű terv is volt, hiszen ez volt az, hogy felkeresi az ex feleségét, és ha nem találja, akkor akár meg is öli a családtagokat. Melani védőügyvédje, aki a válláskor képviselte Melanit, az az ügyvéd azt mondta, hogy szörnyű eset után beszélgetett Melani anyjával. És Melanie anyja elmondta ennek az ügyvédnek, hogy mit mondott Melani az ügy után. Tehát Melanie azt mondta az egész ügy kapcsán, hogy a legnagyobb árat kellett fizetnie a szabadságért. Ronald letartóztatása után, és amikor vádat emeltek, egyetlen egy dolog volt biztos, ugye, hogy Texas államban működik a halálos kivégzés. És Ronald elég Eséllyel indult, hogy ezt az ítéletet kapja, hogy halálos ítéletet kapjon. Tehát a védőügyvédek rögtön a mentális állapotra próbáltak hivatkozni. Arra próbálnak apelálni, hogy nagyon dühös volt, amikor ezt a dolgot tette, ezért ha védkes is, de jogilag nem annyira védkes, hiszen dühében hirtelen tette meg ezt az egész szörnyűséget. Az ügyészek azonban az eskütszéknek azt mondták, hogy azt vegyék fontolóra, hogyha hirtelen is, hirtelen dühében is tette volna, akkor is hét embert ölt meg, szisztematikusan, egy kivégzési stílusban úgy, hogy minden áldozatnak a négy évestől elkezdve hátra volt kötve a keze, és a földön feküdtek. Ezt arra lehet érteni, hogy nem betört a házba, és nem egy nagy dulakodás történt, és nem mindenki rohongált, és hirtelen idegességével ugye ezek mind zavarták volna Ronaldot. Hátrakötözött kezdő gyerekeket ölt meg szisztematikusan úgy, hogy mindegyikre rálőtt egyesével. Nem egy, nem egy hirtelen vérengzés történt, tehát hogy, hogy mindenki szalagált, és véletlenül eltalálta volna őket. Tudta, hogy kiket öl meg, úgyhogy hogy egy helyben voltak. Tehát ezt nem lehetett volna a dűre fogni. Az cég alig több mint négy óra alatt tanácskozott és jutott ö, ítéletre. A kellett választani, hogy feltételes szabadrábra a bocsátási lehetőség nélkül életfogytiglani börtönbüntetésre ítéljék Ronaldot, vagy halára ítéljék. És mondom, alig négy órába telt, és a férfira kimondták a halálos ítéletet. Az eskücék azért is dönthetett amellett, hogy Ronaldot halálra ítélik, és nem életfogytiglalra, abban közéjátszhatott az is, hogy az ügyész leírta azt, hogy hogyan történhetett ez az egész úgymond kivégzés. Elmondtak egy olyan részletet is, ami nagyon felzaklató lehet, például azt, hogy amikor a négy éves kisfiú Zeket a Ronald vállon lőtte, akkor nagyon megijedt a négy éves kisfiú, ugye sokban volt, meg volt kötözve, ráadásul rálőttek, és egy kisfiú mit csinál? Oda rohant az apjához. Az apja a kanapén feküdt, ugye ő is hason feküdt, és a feje a párnán volt a férfinak, feje lefele volt a férfi. Tehát ezek oda és megpróbálta a kis fejét az édesapja vállához, így a honajához oda túrni, és védelmet találni az apjánál. De az apja akkor már halott volt, és ezután Ronald odament a négy és a kisfiút lelőtte. Az ügyész arra is rátért, hogy mennyire kell hidegnek lenni, hidegvérűnek, nyugodtnak, hogy oda menj, és egy négy éves kisfiút megölj, akinek hátra van kötözve a keze, és épp az apjánál próbál menedéket keresni. Mint már mondtam, Cassidy végig ott volt a tárgyalásokon, próbálta segíteni a rendőrség munkáját, és akkor, amikor az ügyész leírta ezt az egész támadást, akkor Cassidy újra ezt az egészet, és ő is sírtotta a, a tárgyalóteremben, és legalább egy esküt ugyanúgy próbálta a könnyeit eltüntetni, és Cassidy azt is akarta, hogy maradjon ennek tanúja, annak, hogy ő elmesélte, hogy amikor mielőtt az egész lövöldözés elkezdődött, még könyörgött is valamelyikük, hogy ennek a nagybácsikának, Ronádnak, hogy, hogy ne bántson minket. És ezután kezdődött el a lövöldözés. Tehát Cassidy ezt is mindenképp el akarta mondani, hogy tudják, hogy még ráadásul könyörögtek is, hogy ne bántsa őket. A védők nagyon azon voltak, hogy meggyőzzék az esküdtszéket, hogy Életfogytiglani börtönbüntetés kapjon Ronald. Azzal próbáltak érvelni, hogy ha most ugye megölik, akkor véget vetnek Ronald életének. De ha életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik, akkor élete végig azon kell gondolkoznia, hogy mit is tett azon a napon. Arra is rátértek, hogy Ronald több kezelést is kapott, nem volt teljesen mentálisan egészséges, és ezt is figyelembe kellene venni az esküccéknek. Majd a védőügyvédek azt is mondták, hogy elvileg Ronald hangokat hallott a fejében, amik azt mondták neki, hogy meg kell ölni a volt feleségének a, a, családját. Most ez már eleve ellentétes, hiszen Ronald azt mondta, hogy mondják el neki, hogy hol a felesége, különben megöli őket. Tehát ez egy választás volt, akkor ha, ha, hangok mondták volna neki azt a fejében, hogy öld meg őket, akkor nem mondja, nem kéri meg őket, hogy hol a feleségem, hanem csak egyszerűen oda megy, és megüli őket. Nem ad, nem ad, arra esélyt, hogy mondjátok el, hogy hol a feleségem, vagy megöllek titeket. Tehát a védőügyvédek mindennel megpróbálkoztak a mentális betegségének ugye az elezményeire, apeláltak meg arra, hogy most hangok szóltak Ronárnak a fejében. Bár ha arra szóltak hangok, hogy ölje meg a, az ex feleségének a családját, amikor meg saját magának tartott órákig fegyvert a fejéhez, akkor egy darab hang nem szólalt meg, hogy le kéne lőni a saját magát. Akkor, akkor, volt ideje gondolkozni, akkor nem volt semmilyen mentális betegsége. Saját magát nem tudta bántani. Csak a határtatlan megkötözöttet. Ez a része azért dühít fel még jobban, mert ahol én laktam, volt egy közeli Falu, ahol egy nő egyedül élt, és három gyermeke volt, és nagyon kevés pénzük volt. És nem segítséget kért bármilyen szociális hálón keresztül, hogy élelmet kapjon, vagy ilyesmi, hanem párnával megfojtotta az alvó gyermekeit, majd úgy volt, hogy ő is öngyilkos lesz, de azt mondta, hogy azért nem ölte meg saját magát, mert attól félt, hogy fájni fog ezért dühítenek fel az ilyen dolgok, hogy, hogy az már, azt már, hogy saját magad, de sőt, előtte kéne. <laughs> Ott van a Going Postálos videóm, amikor a, a, postásnak annyira rossz munkakörülményei voltak, hogy eleve egy antiszociális életet élt, és még a munkahelyén is rossz körülmények voltak, folyamatosan őt bántották, nem jó időbeosztásba rakták. Erre ő fogta ő is, nagyon sok embert kivégzett a munkaén, de ő saját magával is végzett, mert ő neki tényleg rossz volt. Bár előtte kellett volna mindenkinek saját magával végezni, és nem történnek -e meg ezek a szörnyűségek, de de itt, hogy órákig saját magának oda tudta tartani a fegyvert, de a családot meg itt Ronald ki tudta végezni egy pillanat alatt, akkor, akkor persze, hogy hihetetlen azt hogy a hangok azt mondták, hogy a védőügyvéd azt is mondta, hogy ne a dű és a harag vezényelje az esküccéket, hanem a megbocsátás és az együttérzés Ronaldra szemben. Hiszen ez szegény mentálisan beteg, akit nem lett, aki nem lett rendesen kezelve. Viszont ha azt nézzük, hogy pontosan ők mondták azt, hogy együttérzőek legyen az esküccék, akkor valahol pont jobb is, hogy ez ilyen embert rögtön kivégeznek, mint hogy egész életében azon kelljen gondolkodni, hogy kivégzett egy egész családot. Én nem azt mondom, hogy az embereket meg kell ölni, csak ez az, az egész ellentétes. Tehát ha együtt érzek vele, akkor nem azért ítélem el életfogytiglanra, hogy utána egész életében azon gondolkozom, hogy mit tett. A védőügyvéd azt is mondta, hogy ugye az ügyészek azért próbálnak a ítéletet az eskücégtől, mert hogy őket a dű és a harag vezényli, mert hogy ugye ez a szörnyű dolog történt. Az ügyész azt mondta, hogy a Ronaldal nem az a baj, hogy mentálisan beteg, hanem az, hogy nácisztikus, manipulatív és egy szörnyeteg. És ha visszagondolunk arra, hogy Ronald évekig bántalmazta a feleségét a gyerekek előtt. Ez is igen, arra példa, hogy igen, lehet, hogy mentálisan beteg volt, hiszen bántalmazta is a feleségét, de ez hihetőbb lenne, hogyha egy teljesen normális életet élő embernél hirtelen elszakad a célna, és teszi ezt. De olyan ember, aki már évekig volt erőszakos a családjával szemben, akkor nehéz azt mondani, hogy most így hirtelen jött egy hang, és akkor, hogy azért tölt. Van egy film is most nem jut eszembe a neve, amikor egy férfi akarja meglátogatni a fiát, visz egy macit, és annyi minden történik vele, hogy ezt nála a céna és mindenkit megöl, mire odaér, hogy meglássa a gyerekét. De nem jut eszembe a film címe, majd a leírásba leírom, hogyha eszembe jut, vagy ha ti tudjátok, akkor írjátok már meg, légy szíves, mert tele, tele, nem jut eszembe. És ott a férfi előtte nem tett rosszot ebbe a filmbe. Na, de térjünk vissza Ronaldhoz. Igen, az ügyészek azt is mondták, hogy, ugye, hogy Ronald egy szörny, akinek maga a jellemével van probléma, és nem a mentális betegségével. És ugye, mint mondtam, kaliforniai igazolványt találtak a férfinál. Tehát Kaliforniában lakott. Nem az volt, hogy már átköltözött Texasba, és ezért akart volna a családját látni. Tehát Kaliforniából vezetett el egészen Texasig azért, hogy megkeresse a feleségét fegyverek voltak nála, tehát az is ott volt nála kézni, azokat be kellett szereznie. Erőszakos jellemére az is például, hogy az anyját addig folytogatta, amíg az el nem álljút, és azt se si tudta, hogy él vagy hal, de ott hagyta a garázsban. Abba a bal ruhába, egy fedexes ruhába ment, a... ugye ő dolgozott egy független csomagszállító cégnek, akik a Fedexel voltak szerződésbe, tehát olyan, mintha Fedexnek dolgozott volna. Ezt a ruhát megőrizte, mert mint később kiderült, januárban már kilépett, vagy kirúgták a cégtől, tehát januárban már nem állt alkalmazásban ennél a csomagszállított cégnél, viszont ebben a munkaruhában kopogtatott be Kesszidékhez az otthonba. Tehát januárban már nem dolgozott és júliusban még mindig meg volt ez a ruha, és abban ment. Tehát Beöltözött, meg akarta téveszteni a családot, fegyver, annyit kocsikázni, volt, lett volna ideje arra, hogy átgondolja a történteket, tehát ez egy tervezett gyilkosság volt. A per során amúgy ö, mind a két félnek a rokonsága megszólalt. Elmondta Melanie is, hogy meg Kesszid is, meg a, a, a nagyszülők is, hogy, hogy hogyan ment tönkre az életük, hogy, hogy meghalt, ö, effektív az összes. A házban élő személy, ugye kivérekeszülik. Viszont felszólalt ronánnak a bátya is, és ő azt mondja, hogy ő tudja, hogy még van valami jó az ő testvérében. Hogy ő meghallgatta ezt is az esküccék. Így hozták meg mégis a halálos ítéletet. Amúgy bevett szokás az, hogy itt ugye meghalt hat ember, de csak kettő gyilkossággal vádolják meg elsőre a gyanúsítottat. Azért, mert hogyha mind a hat gyilkossággal egyszerre vádolnák meg mondjuk Ronaldot, és bármilyen apró pici jogi problémát vétenének, akkor az egész ügyet újra kéne tárgyalni, vagy esetleg elejtik Ronald ellen az ügyet, tehát hogy még akár szabadon távozhatna úgy, hogy hat embert megölt. Ezért mindig szétszedik ezeket a gyilkosságokat, és először is itt is két gyilkossággal vádolták meg Ronaldot, és miután sikeresen Megvádolták és, és el is ítélték Ronaldot, utána tudták a többivel is megvádolni, és így így biztosítja általában magát az ügyészség afelől, a, a hogy, hogy a várlott nem tud valami jogi kiskaput találni, és akkor az összes gyilkosság alól felmentenék esetleg. Amúgy Texasban 1976 óta van újra kivégzéssel lehetőség. Texas úgymond a legaktívabb kivégzőkamra az országban. Az a cikk, ahonnan néztem az információkat, akkor azt mondta, hogy 186 ember várt Texasban a halásoron, és átlagosan 17 évet és 10 hónapot töltenek halásoron, addig, amíg el nem következik a, a valós büntetésük, maga a kivégzés. Amikor a védőügyvédek azt mondták, hogy Ronárnak legyen ideje, azon gondolkozni, hogy mit tett, nos, hogyha ezt az átlag számot nézzük, akkor valamennyire teljesült a kívánságuk, mert hogyha közel 17 évet kell várni arra, hogy behagysák ezt az ítéletet, vagy végre vigy, véghez vigyék ezt az ítéletet, akkor, akkor a védőügyvédek is megkapták azt, amit akarnak, mert Ronádnak lesz ideje azon gondolkozni, hogy mit tett a családdal. Amúgy ez annyira stresszes, hogy halásoron vársz arra az ítéletre, hogy végülis mikor fognak téged kivégezni, hogy nem egy olyan esetet láttam, amikor halásról lévők azért könyörögnek a bírónak, hogy már évek óta várnak az ítéletre, hogy csak történjen meg maga a kivégzés. De annál rosszabb nincs, mint hogy ott várd a halálos ítéletet. Cassidy amúgy éli a maga életét, azt hiszem már férhez is ment, ugyanúgy folytatta a tanulmányait, és azt mondta, hogy nagyon jól tudja, hogy az anyja, az apja és a négy testvére most már egy jobb helyen vannak, és egyszer majd újra láthatja őket. Ez a mai rész Ronald Lee Haskell története, ez is egy nézői kérés volt. Szépen lassan haladok a nézői kérésekkel, ha nektek is van esetleg olyan téma, amit még nem hallottatok, vagy esetleg tőlem akarjátok hallani, akkor írjátok meg a videó alatt kommentben. Bármilyen kérdés van, azt, azt is kommentben írjátok meg. Volt egy élőzésem, egy videó, amiben megbeszéltem az ott lévőkkel, hogy minden egyes videót, amit kirakok, és bármilyen kérdés van, azt tegyétek fel a videó alatt, és én körülbelül egy héten belül Csinálok egy élő videót, amiben a feltett kérdésekre válaszolok, ami esetleg kimaradt a videóból, és nem fejtettem ki eléggé. Bár próbálok részletes lenni, persze mindenkit más érdekelhet. És hogyha én ezekre a kérdésekre megtalálom a választ, akkor lesz élő, és akkor abban kifejtem. Lehet, hogy nem egy videót fogok megválaszolni, kettőt, hármat az élőben, azt már még meglátjuk. Remélem, elég részletes volt ez a videó. Egy lájkal támogathatjátok a csatornámat, ha még nem tettétek meg, de hasonló videók érdekelnek vagy az én előadásomban, akkor kérlek iratkozzatok fel. Hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!